Sziasztok, én Lucky vagyok. Ez itt a Hogyan csinálom sorozat első része. Ebben a részben a legalapabb dolgot fogom megmutatni, hogy hogyan vágok meg, hogyan csinálok meg egy normális Let's Play videót. Ugye a Vegas Pro 11 programot használom, ami szerintem egy nagyon jó program, de ha Fraps-szel veszem fel és azt ugye Fraps-es fájlt rakok bele ebbe a programba, akkor láttátok, hogy néha fekete lesz a kép így tök sokáig. Épp ezért újabban Action Mirrorless-t használok, ami sokkal jobb. De mondjuk, itt van ez a Minecraft 32. rész talán? Gondolom, igen. Itt van ez, ugye... Oh, waiting to load this. Igen, itt balfaszkodtam. És akkor mit tudom Sziasztok, én? Ugye itt van, hogy sziasztok, én Lucky vagyok. És akkor, ezután, ugye van itt, hogy Minecraft-tal, ki hogy szereti? Boom, ide kéne az a bum bum bum. Éppen ezért nem így csinálom, hogy sokan, hogy elindítanak egy újat, hanem megnyitom az MC16-ot, mert pont ott mentettem el, és nem tudom, az volt meg. És akkor, ugye itt vannak ezek a fájlok, hogy bum, és már ott van a Minecraft. Ezeket a... hangokat, meg a... Most a hangot a Designer's on the Fix-ből, a... ezt a robbanás pedig az Action SNT... Action SNT az 2-ből. Sziasztok, én vettem. Na nézzük, sziasztok, én Lucky, hogy ki a szereti, és ugye itt kimondom, mert ugye itt van itt éppen kimondom. És akkor ez egész eltolom is. Sziasztok, én Lucky vagyok. Ez itt a Let's Play Minecraft. Vagy játszunk Minecraft-tal. Ki hogy szereti? És már ott is van a robban. Elérkeztünk a... most azt kéne ugye megcsinálni, mert ugye itt van egy kisebb... fekete csík, amit én nem akarok, hogy ott legyen. Ezért én azt csinálom, hogy egy kicsit... ugye megnyitom a track motion-t, ugye ezt. És... kicsit megnyújtom az egész képet, valamelyik sarokra kattintok, ez a kettő legyen kipipálva, vagyis kiválasztva, és kicsit ránagyítok addig, amíg eltűnik az a fekete cucc. Ha mondjuk ezt egyszer elcsináltak és nem akarjuk többször így kicentízni, akkor szépen rákattintunk a mentésre, de előtte ígyünk be valami névet, mint tudom, Minecraft, és akkor rányomunk a mentésre, de nekem már itt van egy ilyen Minecraft féle, ebben. Ha erre rámegyek, akkor már ott ide nincs semmi, de a defaultnál ott van. Rámegyek, hogy Minecraft féle, és ott már nincs. Akkor most azt szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan csinálok videót videóban. Tehát itt én az én képem ott lesz a jobb felső sarokban. Ezt amnéziánál kéne, hiszen hanghoz is hozzá kell igazítani. Mit tudom, én behozom ezt az amnézia videót, ugye ez a White Knight 2. Ez itt az amnézia. Sziasztok! Sziasztok, én Lucky vagyok. Oké, akkor egy, ha ezt behúztuk, akkor kattints ide az üres részre. Jobb klik, insert audio track, jobb klik, insert video track. Az audiót, amit alulra csinált, azt felvisszük a videó alá, tehát hogy így legyen. És akkor megnyitok egy videót. Tudom én. Amúgy ez a legális pornó, nehogy azt ígyétek, hogy legális pornó, hanem ez egy... arról beszélgettünk, hogy, hogy a pornó az legális, vagy nem. Na mindegy. Ez az? Én Lucky vagyok. Oh! Ez lesz az. Ja. Tehát ugye itt mondom, hogy sziasztok, én Lucky vagyok, és ezt szépen odahúzom, ahol a videóban is mondom, hogy sziasztok, én Lucky vagyok. Ugye itt van, és akkor még kicsit előrébb kell. Hát valahogy így. És most lejátszom. Sziasztok, én Lucky vagyok. Így egybe megy a hang, meg minden. Akkor én innen most törlöm ezt az audio tracket. Ugye rá kattintok és delete. Na, és akkor most azt csinálom. Hú, de retardált fejem van, mindegy. Szóval most azt csinálom, hogy először is ezt a képet, mert ugye ezt 4 a 3-hoz arányba veszem fel, tehát nem a 16 a 9-hez, mint például ez a videó, ugye a 720p, az 16 a 9-hez. Ezért a track motion-ben ezt a picit eltolom, de úgy, hogy az Y-t választom ki csak, és addig eltolom, hogy a legszélén legyen.
mondjuk, tudom én, így. Oké, okay. És akkor itt erre a event per punk group, szóval event punk group rámegyek. És ebben csak lekicsinyítom a videót. Tudom én, így ennyire, csak így ugye így kihúzom, illetve így ezt sarkával rakom. És akkor ott van fent ugye. És így lehet videót a videóban. Ha most lejátszok, ugye ott vagyok fent. Na, értitek. Szóval, még egy picit itt a track motionnél kicsit el lehetne még tolni, mert ott még volt egy kis lyuk. De persze erre is vannak ilyenek, hogy Amnesia Slender. És akkor itt is kiválasztom az Event per Punk Group-ra, hogy Amnesia Slender, és akkor ilyen van a videókban. Na jó, ennyi lett volna ez a kis rész, szerintem a videóvágással meg is vagyunk. Az, hogy honnan lehet letölteni ezt a programot, hát azt rátok bízom, profik vagytok, tehát meg tudjátok csinálni. Következő videóban írjátok le kommentárban, hogy mit szeretnétek nézni, és én ezt megpróbálom megvalósítani. Addig is köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!